Én a kedvenc témámmal folytatjuk sütikkel. Én imádom a sütiket télen-nyáron, ősszel-tavasszal, de karácsonykor főleg. Van a klasszikus sütemények karácsonykor, de mennyire kísérletezünk sütik terén? Kéri Néva vendégünk. Kísérletezgetünk, de azért mindig a hagyományos és a régi receptek szerint megyünk, mert mindig azok a legjobbak. A beiglit például lehet nagyon sokszor kísérletezni, de hol szétrepelt, hol így sikerül, hol úgy, hogy de legjobb a régi receptek szerint készíteni őket. Még mindig a mákos meg a diós a favorit? Igen, 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 a mákos és a diós, azon kívül gesztenyés és különböző aszalványokkal szokták még szilvával, lekvárokkal mindennel megkenni. Beléd folytattam előbb a kérdést. Igen, csak azt szeretem megkérdezni, hogy még mindig sütjük az klasszikus karácsonyi süteményeket, a beiglit, a zsárbót, tehát hogy ezek azért még mindig slágerek? Igen, 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 ezek majdnem minden családban megmaradtak slágernek, és vágyunk is rá szerintem karácsonykor, hogy azért azokat a régi ízeket, amit szüleink, nagyszüleinktől megszoktunk, azokat végig tudjuk vinni. Vannak újabb trendek esetleg, ami ilyen kísérletezésből jött, vagy esetleg mondjuk más országokból kaptuk fel, és azokat kezdik el most sütni, fogyasztani? Igen, Milyen típusúakra kell gondolni, vagy milyen konkrét sütifajták, amiket mondjuk nem nálunk tradicionálisan ettek és sütöttek, hanem tényleg máshonnan szűrődött be hozzánk a gasztronómiába? Igen, vannak ilyenek, a makaron is például, de azért az nekünk, hogy nem annyira jön be. Tehát bejön, szeretik az emberek, veszik, eszik, de nem az a kimondott hagyományos karácsonyi süteménynek számít. A fára díszítésként, itt látok például habcsókot, ezek még mindig divatosak, hogy igen, ezeket ez a száraz sütiket felakasztják? Igen, ez egy kókuszos habcsók, csinálunk teljesen karikát is, amit fára lehet rakni és díszíteni vele, díszítésnek is nagyon szépek és jók. És azért a klasszikus... Kóstolom közben. Kóstoltam. Addig én beszélek, csak egyre nyugodtan. Egyre nagyobb az igény, talán mondhatjuk, hogy egyre nagyobb az igény a mentes süteményekre. Tehát gluténmentes, laktózmentes süteményekre, de lehet-e mentes a beigli, a zsárbó? Tehát bármelyik klasszikus sütemény elkészíthető-e, vagy megtalálható a piacon mentes formában? Igen, igen, elkészíthető és megtalálható. Most már mindenféle mentes alapanyagot lehet hozzá kapni. Nem annyira ízletes, és nem annyira olyan, mint egy régi hagyományos, de aki nem tudja megenni a másikat betegség miatt, annak nagyon fontos, hogy megtudja, hogy egyen egy beiglit, ami nem árt, és nem lesz tőle beteg. Egyébként mit tapasztaltok? Keressük-e a mentes süteményeket, tehát egyre többen? Igen, igen, igen. Keressék. Van, aki betegségből, van, aki diétából, de keressék, és szükség van rá. Vannak olyan extra sütik, amikhez extra és speciális alapanyagok, vagy éppen díszítő elemek kellenek. Ezeket még mindig a cukrászüzemek tudják csak nagy keren keresztül beszerezni, vagy ha mi neki állnánk otthon a konyhában, akkor mi is az összes hozzávalót el tudjuk már érni? El tudjuk érni, el lehet most már mindenféle mentes alapanyagot érni, úgyhogy most már ez egy jó dolog, hogy majdnem minden boltban, de főleg ilyen nagy kereskedésekben most már be lehet menni és meg lehet kapni. És mi a tapasztalat egyébként, vagy te mit hallasz, hogy az internet terjedésével például, ha most meg videó megosztón meg is mutatják, hogy kell megcsinálni, és nem csak egy recept leírást kapunk, mernek kísérletezni azért a háziasszonyok? Igen, 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 nagyon jó, mert lépésről lépésre lehet megtalálni, és segítenek ebben, hogy olyan legyen, ami ennek kell lennie. Elhangzott a makaron, te szereted a makaron, mert tudod, hogy franciaországért oda vagy. Franciaországért oda vagyok, de a makaronért speciál, én sem vagyok oda. Én sem vagyok oda. Amikor. És van ilyen süti, amit esetleg ti otthon ilyen nem éppen tradicionális is kipróbáltatok, vagy beszereztetek, amit aztán megszerettetek? Én egyébként tradicionális vagyok, bevallom, tehát, hogy nekem ez ilyen, az ilyen nagyon gyerekkori karácsonyi emlékem, hogy a nagymamám ül kint a konyhában, süti a süteményt, tehát hogy nekem például az elképzelhetetlen, hogy rendeljek. De talán azért egyre többen rendelnek, nem? Igen, 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 rendelnek. Nagyon sokan dolgoznak, nem érnek rá sütni, megrendeli, de valahogy kell a családnak az, hogy hazamész, és akkor otthon érezd azt a fahéjas, a mézes illatokat, és az, hogy na, sül a sütemény a konyhán. Ez egy nagyon jó dolog. Egyébként, akinek cukrászdája van, lehet, hogy kicsit förtelmes a kérdés, de hát neked ebben a kavalkádban mi a kedvenced, ha van, amit, főleg karácsonykor, amit mondjuk szívesen fogyasztasz a beiglin kívül, mert azt gondolom, hogy nagyon szeretem. Nekem a fatörzs, mert az édesanyám és a nagymamám is azt sütötte, és annak mindig volt fatörzs húsvétkor, karácsonykor, úgyhogy az olyan szívmelegető és olyan nagyon jó érzés megsütni, és hogy kirakod az asztalra. Az is nagyon jó. Akkor ehhez kívánok jó étvágyat. Egyébként a franciák is fatörzset sütnek karácsonykor. Ehhez jó étvágyat nektek az ünnepi asztal mellett, nagyon és tényleg áldott karácsony. Nagyon szépen köszönöm, viszont kívánom nektek is. Köszönöm szépen.